szerintem a csávó engem itt szivat, ez a kommentelő. Szia Dodor, kezdő motoros vagyok, nulla tapasztalattal, de már szállíthatok utas, mert A2 két éven túl csináltam meg a, a, korlátlan, nem vagyok képben már ezekkel jogsik, hogy van ilyen, hogy nem szállíthatsz utast, mert ezer éve csináltam a jogsit, azt ah, se tudom, gyakor, hogy akkor volt. Mennyi idő per kilométer kell ahhoz, hogy tudjam normálisan és biztonságosan szállítani az asszonyt? Melyik motortípus, karosszéria változat a legalkalmasabb arra, hogy megdúljam a csajomat, akár hosszabb afférra, valamint aktusra is gondolok most itt? Illetve közös ülésre, melyik a legalkalmasabb szerinted? Ja, és nem mellesleg, nagyon kis szexorientált vagy, ugye? Minden szexpozit ki szeretnénk próbálni, még a legextrémebbeket is. Sport, supermoto, néked, túra, sportúra, enduro, trike, chopper, melyik jöhet szóba, melyiket ajánlanád? Természetesen nem fog a koitusz per dugás alatt menni a motor, álló és leállított motorra gondoltam. Csak válasz az is köszi, üdvözette papjani hát. <laughs> Küldjél <Külnyi> fotókat. <laughs> Majd erről az egész esemény sorozatra. <laughs> hogy mit, hogy a... Hát na, no, hogy a trájkon lehet vagy lehető legkényelmesebb, az a legnagyobb, oda tud a legjobban fölmászni, ott tud normálisan olyan pozíciókat fölvenni, szupermotón. <laughs> szóval, Egyébként a kérdés az most komoly volt, vagy csak most ilyen szórakozásból írtad, hogy melyik, hogy tud biztonságosan szállítani az asszonyt? Hát az rajta is múlik, hogy egy, hogy ül a motoron, kettő, mennyi idő per kilométer. Erre most válaszoljak egy ilyen képlettel, hogy uh, ahány kerékfordulat per lánccsere. Jó, három. <laughs> És akkor talált ki. Hát nyilván, amikor már stabilan érzed magad, biztonságosnak érzed magad, meg, meg a dugáson kívül mer mellett mást is csinálni, mondjuk motorozni. Na akkor már jó lesz ennél nála. Teljesen.